Jó estét kívánok! Kezdik már kellemetlenül érezni magukat? Nem? Akkor várok még egy kicsit. Kicsit kezdenek már feszengeni, kicsit kezdik magukat talán bizonytalanul érezni. Akkor jó helyen vagyunk, mert ez a mai előadás az erről fog szólni, a bizonytalanságról. A bizonytalanságról és az időről. Ezzel a kettővel játszottam én most. Bár ez, amit az előbb hallottak, ez a koncertünk nyitó akkordja lesz ténylegesen a zenekaron is majd. De tulajdonképpen arról szerettem volna egy kicsit beszélni önöknek, hogy a bizonytalanság az hogy lehet a művészetnek egy alapvető eleme, és hogyan tud Beethoven ezzel élni. De az a helyzet, hogy én magam is rettenetesen bizonytalanná váltam, méghozzá egy nagyon friss személyes élmény miatt, amit most röviden megosztanék önökkel. Itt ebben a teremben ma reggel, 10 órakor, ahol önök itt ülnek, körülbelül 100 teljesen siket, vagy különböző mértékben halláskárosodott ember ült. A legfiatalabb az körülbelül szerintem 4 éves lehetett, vagy 5. A legidősebb az 70-80 között volt valahol, és nekik is Beethovent játszottunk. Ez egy új kezdeményezés, ami a Beethoven év kapcsán indult el, Beethoven projekt a címe. Fogalmunk nem volt, hogy mit várhatunk ettől, ez volt az első ilyen alkalommal, és a siket főleg gyerekek, de voltak felnőttek is, beültek a zenekarba, és megfoghatták a nagy bőgőt, megfogták a timpanit, megfogták a fagottot, a rezeket, trombitákat, kürtöket, és úgy játszottuk nekik a zenét. És hát azt gondolom, hogy azon túl, hogy egészen hihetetlen érzelmi élmény volt szerintem mindannyiunknak, azt láttam a gyerekek arcán, hogy lehet, hogy soha életükben nem hallottak még zenét. Lehet, hogy most se hallották igazából a Beethoven szimfóniát, de valamit megéreztek abból, amiről ez az egész szól. Nem tudom, ez olyan, úgy érzem magam, mint az a vidéki plébános, aki nagyon sokszor elmondta már ugyanazt a szentbeszédet, és egyszer csak megjelenik neki a Szűz Mária, vagy... Tehát, hogy én rengetegszer elmondtam már rádióban, hogy a zene az mindenre képes, és tényleg csodatevő ereje van, és ma reggel egy picit ezt úgy átéltük. Tehát, és amiről beszélek, az nem is az, hogy mit érzékeltek, hanem hogy az arcukon megjelent az az öröm, hogy érezték, hogy rezeg a trombita, érezték, hogy rezeg a timpani, és hirtelen a dolog értelmet nyert, amit mi csinálunk. És azért lettem bizonytalan ennek kapcsán, hogy kell-e itt nekem Beethovenről beszélni maguknak, mert egy óriási tanulság volt és tanítás számomra, hogy a zenéről nem kell beszélni. Még azoknak sem kell beszélni, akik esetleg nem hallják a zenét. Mert azáltal, hogy itt bent ültek ezek a gyerekek és felnőttek, részesévé váltak ennek a közös zenélésnek, és valahogy rájuk ragadt, amiről az egész szól, anélkül, hogy a hangokat hallották volna. Úgyhogy végül is elbizonytalanodtam, aztán úgy gondoltam, hogy mivel már meghirdettük, hogy beszélek Beethovenről, nem akarom, hogy visszakérjék a jegyárát, úgyhogy egy picit beszélek Beethovenről, hiszen azt gondolom, hogy az ő életműve és amit csinált nem áll annyira távol ettől a bizonytalanságtól. Ugye így fogadtam önöket. Ez az első szimfóniának az első akkordja. Éreznek ebben valami kellemetlent vagy furcsát? Vagy ez így rendben van? Nem. Maguknak ez teljesen jó. És ha csak ennyit játszok, ez szép. Hát kérem szépen, ez az ördögnek a hangköze, ezt úgy hívják. Diabolus in musica, ez egy tiltott hangköz volt a középkorban, úgy hívják, hogy tritónusz. És az neki a rákfenéje, hogy ez így nem bír önmagában megmaradni. Ez olyan, mint a véget nem érő emberi ambíció. Mindig törekszik valahova máshova, mint ahol ő van. És ezért ez az akkord így önmagában nem igazán működik, mert fel akar oldódni. Ugye? Ez így már egész más. És miért furcsa így elkezdeni egy szimfóniát? Egy 30 éves emberről beszélünk, aki az első szimfóniáját írja meg. A szimfónia az a műfaj, amit az ő tanára József Haydn talált föl abban a formában, ahogy Beethoven ezt használta. És Beethoven akar jó tanítvány lenni, és akar Beethoven lenni, ami azt jelenti, hogy teljesen elrugaszkodni attól, amit az elődei csináltak. Így szimfóniát nem kezdünk. Háttal nem kezdünk mondatot. Domináns szeptimmel, mert hogy ez egy domináns szeptim, nem kezdünk darabot. Olyan nincs. Szimfóniát kezdhetünk úgy, hogy... Így kezdhetünk darabot, vagy kezdhetünk úgy is, hogy... Így
londoni szimfónia kezdete. Így el lehet kezdeni, tudjuk, hogy hol vagyunk. Ugyanis a klasszikában a legfontosabb, van egy hármasság, Isten, haza, család, az Isten, az a hangnem. Az van mindig elől. Az olyan, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy mihez képes tudunk eltérni, a hangnem a minden. És Beethoven úgy kezdi ezt az első szimfóniát, hogy pontosan ezt a dolgot teszi kérdésessé. Mi a hangnem? Ez egy C-dur szeptim. Ez nem lehet a hangnem, mert benne van az ördög, ami megy valahova. És akkor, mikor ide jutunk, akkor azt gondoljuk, hogy jó, hát csinált egy kis tréfát, a mestere Haydntól tanulta a tréfálkozást, de akkor F-durban vagyunk. Ez a hangnem, amivel megérkeztünk, ez lesz az. És akkor Beethoven fogja magát, és azt mondja, hogy fog még egy ilyen ördögöt, teljesen más hangnemben. És akkor azt gondoljuk, hogy jó, ez már kicsit sok lesz, a mókából is megárt a sok, akkor ez biztos így fog lezárulni majd. Igaz? Mert az előbb is ez volt. Egy kicsit ilyen kezdő jellegű a harmónia vezetés, ehhez képest Beethoven azt mondja, hogy hallanak különbséget a két? Ez lett volna, ugye, hogyha ezt a, nem tudom, olyan kismester írja, és ez a Beethoven. Ugye ez egy váratlan dolog. Ez egy feloldás, de egy olyan feloldás, mint amikor egy karrierdiplomata arra készül, hogy a napokban ki fogják nevezni Párizsba főkonzullá, és ehhez képest kinevezik Bogotába nagykövetnek. Tehát, hogy van benne jó is, de némileg szokatlan és furcsa, tehát hozzá kell szokni a gondolathoz, teljesen más nyelvet kell megtanulni, megy a kukába a fél év francia tanulás, jöhet a spanyol. És akkor azt gondoljuk, hogy akkor most innen hogyan megyünk tovább? És akkor azt mondjuk, hogy ma megint jön egy ilyen diabolusi muzika, akkor menjünk inkább Alaszkába. Az is egy jó hely, és azt hinné mindenki, hogy most már megérkeztünk a hangnemünkbe, mert ez egy gyönyörű, szép G-dur akkord. G-durban lesz a Beethoven első szimfónia. Mit csinál? Behoz egy ilyet. Elbizonytalanít minket. Nem, mintha nem lennénk eléggé elbizonytalanítva. Még mindig nincs hangnemünk. Vándorlunk. Először megérkezünk valahova, és állandóan valami furcsát behoz. Már megint Bogota. És ez még mindig nem megérkezés. Első, amikor végre megérkeztünk. Eltelt nem tudom néhány másodperc a szimfóniából, és először vagyunk otthon. De akkor nagyon otthon vagyunk. Úristen, ez a C-durunk. Hányszor van a C? Egy, két, hat. Szóval ez Beethovenre rettenetesen jellemző, hogy fog minket, teljesen elködösít mindent, botrányos a kezdés. Mi már megszoktuk, nehéz ezt így 2020-ban elfogadni, de képzeljék el, szerintem Haydn a haját tépte, hogy így kezd valaki egy szimfóniát, és utána Beethoven miután kellőképpen összezavart mindent, fogja és a fejünkbe kalapálja, hogy C-durban vagyunk. Mondom, C-dur. Na még egy C-dur. És ugye, ami talán legfeltűnőbb a közönségnek, hogy a tétel végén mit csinál Beethoven, így kezdi el a tételt, hogy fejezi be a tételt. Nagyon-nagyon tipikusak Beethovennél a tétel végek. Van valakinek stoppere esetleg? Tud valaki nekem segíteni? Egy telefon nyugodtan elő lehet venni. Jó? Van stopper? Lehet nézni így az órát is. Ki vállalja nekem, hogy mér egy időt? Valaki? Senki nem vállal. Ott az úr vállalja, jó? Akkor adom a jelet, hogy mikortól mérjünk egy időt, hogy akkor ugyanennek a tételnek a vége. Csak C-durt fognak hallani, semmi mást. Lehet állítani. Mennyi volt?
25 másodperc C-dur. Azért az sokám, tehát, hogy itt főleg ha azt nézzük, hogy az eleje az ennyire. Össze-vissza, semmi értelme. És ez azért érdekes, mert két darabot állítottunk ma itt kontrasztbe egymással, mind a kettő C. C az alaphang, nem lehet azt mondani, C-dur és C-moll. Van köztük 3B, van köztük 7 év. Mert 1800-ban írta Beethoven az első szimfoniát, 30 éves volt, akkor már érezte, hogy kezdi elveszíteni a hallását. Olyannyira érezte, hogy megírta a Heiligenstadti végrendeletét, ami, ha ma olvassuk, olyan, mint egy öngyilkosságra készülő embernek az utolsó üzenete. Amitől visszahúzta valami. Szerintem az húzta vissza, amit mi reggel átértünk a gyerekekkel, és ami valószínűleg rá is ugyanilyen hatással volt a zene. És 7 évvel később a hallása már sokkal-sokkal rosszabb volt, viszont ugyanezt az elbizonytalanodást és ugyanezt a csökönyös bizonygatást a másik oldalon fogjuk tapasztalni az 5. szimfóniában is. Na de ha tovább megyünk, az első szimfónia még majdnem, hogy egy Haydn darab. Ugye a második tétele... nagyon egyszerű kis témára épül, azt is mondhatnám. Hát ezt Haydn papától fogta és kicsit átalakította ezt a dolgot. Igen ám, de eljutunk az úgynevezett kidolgozási részig. Mindig az van, a szonáta formának van egy első fel, amit megismétlünk, hogy önök emlékezzenek a témákra, a melléktémákra. És van egy kidolgozási rész, ami picit más. Most Beethovennél ez a picit más, egészen megáll az idő egy pillanatra. Először is fogja a témát, ami a téma ugye úgy néz ki, hogy mindig három hangból áll. Ehhez képest itt két hang. Egyet elhagy. Hova tűnt? És jön egy szűkített. És jön egy olyan harmónia, amit Schubertnél fogunk legközelebb megtalálni, hogy egy F-dur szimfóniába elmegyünk Des-durba. Ne akarják kiszámolni hány B, nagyon sok. Az már egy zenekari zenésznek komoly kihívást jelent ez durban játszani. Rettenetesen sok B van benne, 5. Tehát itt már egy picit meg lehet érezni későbbi zeneszerzőket, mint Schubert, tehát ezekkel a távoli hangnemekkel. De egyébként a darabot hallani fogják, rettenetesen friss. Tényleg egy olyan első szimfónia, ami bebizonyítja azt a sok energiát, amit Beethoven hozott magával, és amit megtanult aztán Haydntól is persze. Jön a harmadik tétel, arra nem térek ki, az igazából megint csak egy arculcsapás a picit a mesternek, Haydn mesternek, akit csak papának hívott Beethoven. Cserébe Haydnőt meg nagymogulnak hívta, mert annyira kiállhatatlan természete volt állítólag. Az utolsó tétel olyan megint, mintha egy Haydn szimfóniát hallanák. Hogyha csak az első hangot hallgatjuk meg, akkor az tökéletesen olyan, ahogy egy Haydn szimfóniának el kell kezdődnie. Kihagytam valamit, olyan furán néztek rám. Igen? Kihagytam valamit, nem baj. Mindenki jobban jár, a kevesebbet beszélek. Tehát elkezdődik a negyedik tétel. Egy tipikusan Haydn lerakja, kérem szépen, ez lesz a hangnemünk. Mindenki ugyanazt a hangot játsza, iszonyatosan hangosan, majd elindul valami halk dolog a hangos dolog után. És mi történik? Hát egy ilyen teljesen bizony. Mi ez? Mi lesz ebből? Hú, Beethoven rájött valami nagy dologra. Mindjárt kitaláljuk, mi az. Egyre följebb megyünk, és figyeljenek csak, nem fogják kitalálni, mi jön. Gondolták volna? Hát ezt hogy hívják? Hogy hívják ezt a dolgot? Kérem szépen, amit feltalált, mint a meleg vizet, Ludwig van Beethoven. Ezt úgy hívják, hogy
skála. Ezt ő feltalálta. Én, ha Haydn helyébe lettem volna, itt azért egy-két atyai pofont lekevertem volna, csak Beethoven ugye egyrészt viszonylag jó fizikumú fickó volt, meg másrészt 30 éves volt már, tehát a pofonnak nem volt helye. De a lényeg az, hogy ez a Haydn humornak egy magasabb szintre emelése, de picit olyan, mintha Haydn magát nevetné ki itt Beethoven, akkor, amikor ebből a pár hangból felfedezés jelleggel, hogy egy szép zöld domb, egy régen látott rét, ezt ismerik, ugye? Ez ugyanaz. Há, aztán van följebb C, de érdekes. Még D is van, nem hiszed el? És aztán van még egy kis poén, csinál egy crescendót, és halkan az E. És a leghalkabb az egészben, amikor felérünk ide, és ez milyen harmónia? Most már tudják, így kezdődött a szimfóniánk. Ez egy domináns szettim. Ugye? Ez a domináns szettim vissza fog még térni nagyon sokszor egyébként az ötödik szimfóniában is. És azt hinnénk, hogy ez nem lehet téma, egy skála nem lehet téma, abból nem lehet megírni egy tételt. De hogy is nem, figyeljék csak. Ugye itt mi történik? A szekundjaink be vannak oda szorítva, de rettenetesen küzdenek, hogy önök hallják őket. Mutassuk meg külön, hogy ők mit játszanak itt. Úgy játszanak egy skálát, hogy a skála mindig egyre följebb megy, és a skála felső hangjai kiadnak egy másik skálát. Oké, mit csinálnak a fafúvósok eközben? Ugyanezt csinálják tartott akkordokkal, kialakul belőle egy skála. És meg fogják hallani, hogy végig ez a kis egyszerűnek tűnő tételecske egyetlen egy témára épül föl tulajdonképpen, a skálára. Ezt egyébként Haydntól tanultam, mert hogy Haydn volt az, aki előszeretettel spórolt a témákkal, egy szonátájában végig ugyanazt a témát használta kicsit átvariálva. Úgyhogy ez a Beethoven első szimfóniája, nem mondok róla többet, fellélegezhetnek, hanem eljátsszuk egybe a művet, hallgassák sok szeretettel, 1800, a 30 éves Beethoven legelső szimfóniája következik. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nagyon köszönjük, még egy ötödik szimfóniát el fogunk önöknek játszani, úgyhogy addig javaslom, hogy használják a büfét és a mosdót és amit még szeretnének. Várjuk vissza önöket a szünet után. Egyrészt erre számítottak szerintem. Másrészt most látszólag az előző félidőnek a tézisét egy csapásra sikerült megcáfolnom. Ugye azt mondtam önöknek, hogy ez a koncert a bizonytalanságról fog szólni. Hát ha létezik a zenében talán magabiztosabb indítás, mint a Beethoven 5.-nek az indítása, nem tudom, önök szerint nem nagyon, ugye? Látszólag. És ez azért gondoljuk így, mert a génjeinknek a része már ez a szimfónia, és önök pontosan tudják, hogy ez hogy fog folytatódni. És azáltal, hogy önök tudják, hogy ez hogy fog folytatódni, tudják azt is, hogy ez a G és ez az S, amivel kezdődik, ez egy C-vel fog kiegészülni, pardon. Biztos Freud mosolyog most föl. Ami azt jelenti, hogy a szimfóniánk alaphangneme C-moll lesz. De játszunk egy olyan játékot, ami egy nagyon jó és nehéz játék. Próbálják meg elképzelni, hogy az a zene, amit hallanak, azt önök hallják először. Ezt érdemes játszani festményekkel, könyvekkel, nagyon nehéz játék, mert szinte lehetetlen, de nagyon tanulságos. Mintha önök lennének azok, akik 1808-ban, mikor ezt a szimfóniát bemutatta Beethoven, elsőként hallják ezt. És ugye az előbb elmondtam, hogy az Isten haza család hármasságban az Isten az a hangnem, ugye? Most ezt a hangnemet egy kicsit átértékeljük, ha innen hallgatjuk a dolgot. Most az első tételnek az ismétlését játszottam el, ahogy azt önök fogják hallani. Még egyszer, csak a végét. Ha innen hallgatom, akkor ez a G-S nem egy C-vel, hanem egy B-vel fog kiegészülni, ami azt jelenti, hogy ilyen vidám, ugye? Tehát ez akkor egy S-dur téma. És ez csak azért játszottam ezt a borzalmat önöknek, hogy képzeljék el azt, hogy ez a G-S egyáltalán nem egyértelmű, amikor először megszólal a világon, hogy mi a hangnemünk. Ugyanis két hangból még nincs hangnem. Ahhoz három kell. És Beethoven nem könnyíti meg a dolgunkat, mert ebből sem derül ki. Ahhoz kell a következő ütem, hogy kiderüljön, hogy mi a hangnemünk. Ez egy dolog. Az Isten az a család, sosem mondom el, mi a haza és a család. Hát ha mondjuk a hazára keresnék egy hasonlatot, akkor azt mondanám, hogy a haza az a téma. A téma, amit lehet fütyörészni, a téma, amit variálni lehet, a téma, amit fölismernek az emberek. Hát ez, ma már azt gondoljuk, hogy téma, de hát kérem szépen abban az időben... Ez egy téma. Ennek van hossza, ennek van két része, egy témának hosszának kell, hogy legyen. Ez tulajdonképpen nem téma. És méghozzá azért nem téma egyrészt, mert nagyon rövid, csak egy ritmusképlet, másrészt azonnal megáll, és itt jön a család, a harmadik. Ez mindenki saját ízlése szerint döntheti, hogy mi a sorrend. Az pedig az idő, a metrum, ami szintén kell ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a zenében. És a metrum, mielőtt még elindulna, megáll. Alig indult el a szimfónia, már is megállt, mert van egy korona ennek a hangnak a tetején. És a következő ütem után is a D tetején is van egy korona, az még hosszabb ideig tart, mint az előző. És a koronánál tart, vagy kicsit aktuálisak legyünk. Megkértem egy kollégámat, hogy számolja össze, hogy hány korona van az első és az ötödik szimfóniában. Az első szimfóniában 3 van, ezt talán még én is össze tudtam volna számolni. Viszont az ötödikben 12. Tehát lehet azt mondani, hogy egy járványos koronavírus, elnézést kérek, Beethovennél, de ez nem véletlen. Ugye az elején beharangoztam azt, hogy bizonytalanság és idő.
És ez a két dolog hihetetlenül összefügg Beethovennél, mert tulajdonképpen amit miatt mi azt érezzük, hogy ő egy romantikus zeneszerző, és nem egy klasszikus, az az időkezelése. Időnként azt érezzük nála, hogy az idő, mint olyan, az vágtat. És nincs, ami megállítsa ezt az időt. És Beethoven ezt érzékeli, és időnként tesz be nekünk megállókat, fermátákat, amikor az időt lelassítja. Felfedezi azt a dolgot, hogy hogy lehet a művészetben, a zenében a homokórát megállítani. Hogy lehet az időt egy pillanatra megállítani. És pontosan ez az, ami miatt ez a téma olyan hihetetlenül különleges a mi kultúránkban, tulajdonképpen nincsen hozzá hasonló, mert egyszerre ez a téma szimbolizálja azt, hogy az idő rohan, és nem állítja meg semmi, és azt is, hogy az idő egy helyben áll. Ez mind-mind benne van ebben a témában, és utána Beethoven, az előbb említettem, hogy Haydn hatására talán, szerette azt, hogy egy témából bont ki mindent. Az előző szimfónia utolsó tételében megmutattuk ezt a skálán. Minden a skálából épül. Beethoven 7 év alatt előrelépett, és tulajdonképpen mindegyik tételben visszajön ez a kopogtató ritmus. Ugye van ez a történet, hogy így kopogtat a sors. Ez már egy picit ilyen utóköltés, valószínűleg nem hiteles ez a történet, hogy Beethoven ezt mondta volna. De azt hiszem, nem is kell mindenki a saját életére tudja vonatkoztatni, hogy mi ez a kopogtatás az ő életében. Nem kell ezt a részét, azt hiszem, meg túlmagyarázni. És ezek a pici megállók, ezek a koronák teszik igazán különlegessé a zenét. Hogyha megmutatjuk egy későbbi előfordulását ennek, akkor világossá válik, hogy Beethoven fogja, és mint a Matrix című filmben, mikor ilyen szuperlassításban látjuk a főst, leállítja az időt. Kilépünk az időnek ebből a borzalmas, megállíthatatlan, halálfele sodródó rohanásából, és a művészet képes arra, hogy megállítsa, és megszólaljon az időtlenség. Megállt a szimfónia. Van benne egy kadencia, ilyen soha előtte nem volt. Kadenciák voltak, természetesen játszottak a szonátákba kadenciákat. De Beethoven fogja ezt a rohanó időt, megállítja, és egy ilyet beletesz. Egészen elképesztő, és ma már tudjuk, mert ismerjük minden hangját, de próbálják meg azzal a fejjel, ami 200 évvel ezelőtt volt az embereknek ezt meghallgatni. És tulajdonképpen az egész első tétel erről szól, az idő rohanása, megfékezése. Jön a második tétel, ami tulajdonképpen megint csak ugyanezt a problémát járja körül. Van egy ilyen elgondolkodó témánk, ami igazából nem is tudja, hogy hova akar menni. És van egy pillanat, sokszor érezzük, hogy Beethoven nem tudná, hogy hogyan menjen tovább. Ugye nála lehet azt tudni, hogy rengeteg jegyzetet használt. Mozartnál gyakorlatilag nincs javítás. Tehát Mozart úgy írta le azt a 620 művet, szinte úgy írta le, hogy nincs benne még egy tinta paca sem, nemhogy áthúzás. Tehát ő úgy, ahogy van, mint a dróton húzták volna a kezét, leírta. A Requiemtől kezdve az összes szimfóniát hiba nélkül, javítás nélkül. Ezzel szemben Beethovennek a kéziratait, ha megnézzük, satírozás, áthúzás, ráragasztás. Nagyon híres az örömódának a témája, amit vagy 20-szor ragasztott át, és írt át, és körülbelül visszajutott az első variációhoz a végére. Egy tépelődő ember, egy bizonytalan ember, aki tudja, hogy óriások vállain áll, tudja, hogy el kell rugaszkodnia, de bizonytalan abban, hogy jó irányba rugaszkodik el. Folyamatosan keresgélt, és nagyon sokszor érezzük a zenéjében azt, például van egy rész, ahol a második tételben két skála egymásra, azt érezzük, hogy akkor használ skálát Beethoven, nem jut semmi az eszébe, persze. Nem így van. És aztán egy korona, csak mondom, a 12-ből az egyik. És hogy megy tovább? Ezt a harmóniát ismerik önök? Szerintem ismerik, mert ez a harmónia, ami ugyanaz a harmónia, ami
amivel kezdődött az első szimfónia, ez a domináns szeptim. Nagyon fontos harmónia, és sokszor visszatér. Ez a kérdés. És a kérdés először a klarinéton hangzik el. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? És aztán a fagotton. És miért szárad el, hogyha újra nő? És aztán tovább megy, fuvolán. És hirtelen impressionizmusban vagyunk, Debussy és Ravel világában. Leskála. Főskála. Föl, le, hol vagyunk? A mennyországban? Idő biztos, hogy nincs. Megáll az idő egy pillanatra megint. Olyan, mint a Beethovennek semmi nem jutna az eszébe, csak az, hogy fölskála, leskála, és nézni a csillagokat, hogy jaj, de szépek. Ez történik, és közben a harmónia, amit hallunk, az egy domináns szeptim, amiről elmondtam, hogy a legambiciózusabb karrierdiplomata, mert mindig tovább akar menni. Hogy szelídítem még ezt a karrierdiplomatát? Hozzátesz még egy hangot, és így lesz belőle egy nón akkord. És nem négy, hanem öt hangból áll ez az akkord, ami teljességgel hallatlan ebben az időben. És már is nem akar sehova menni, hanem egy helyben áll. Ravel. Ravel használt legközelebb ilyen harmóniákat. Egészen elképesztő, hogy van egy ilyen időtlen folt ebben a szimfóniában. És valószínűleg nem arról volt szó, hogy Beethovennek nem jutott semmi az eszébe, és ki akarta tölteni az időt, mert úgy több pénzt kapott a szimfóniáért, hanem egész egyszerűen rájött erre, hogy képes az időt itt megállítani a művészetben. Mekkora dolog, gondoljanak benne, mit nem adnának önök, ha meg tudnák állítani az időt, igaz? A művészet erre képes és alkalmas. És aztán, ahogy tovább megyünk, az előbb említettem a kapcsolatot Haydn papához, akitől tanult, és akit talán parodizált is, de nagyon-nagyon sokra tartott, és rengeteg mindent sajátított el tőle. Nem beszéltünk még igazából Mozartról. Na most a következő tételben megidézi Mozartot. A következő tétel az így kezdődik. Ezt önök nagyon jól tudják, de ismerik ezt? Ismeri valaki ezt a dallamot? Szebben eljátszva? Hát elmondom ezzel. Ez ennek a szimfóniának az utolsó tétele, Mozart nagy G-moll szimfóniának az utolsó tétele. Most eljátszom ezt, tehát ez a téma, Beethoven. Ez nem véletlen, és nem én jöttem rá sajnos, hanem benne van Beethoven kéziratában a Mozart szimfóniának a témája. És az előbb mondtam, hogy óriások vállán állt. Ő ezt pontosan tudta, még akkor is a Mozart zongorázását nem tartotta túl sokra. Egy levélből ezt tudjuk. De fogta ezt a témát, nehezen jöttek a témá, és azt mondta, hogy mit tudok én ezzel a témával kezdeni? És mit tudott vele kezdeni? Koronát rakott a végére, biztos, ami biztos, és elbizonytalanította. És tulajdonképpen, ami fog történni a végén, az nagyon érdekes ezzel a témával, de az előbb említettem valamit, amit szeretnék bizonyítani, hogy egy téma végig vonul az egészen. Hallgassák csak, hogy indul ez a harmadik tétel. Ez valahonnan nagyon ismerős. Figyeljenek egy picit. Pa-pa-pa-pam, ugye ezt játszották a kürtök, mi ugyanezt játsszuk az elején. Visszahozza az első tétel témáját gyakorlatilag egy az egybe
a harmadik tételbe. Keresztül vágja. Legközelebb Csajkovszki csinálja az ötödik szimfóniába. Hozza ezeket a témákat, és bármi történt előtte, mint egy ilyen fixa ideje, mint egy kísértő szellem megjelenik ez a téma. Tehát érezzük, hogy Beethovent valami nem hagyja nyugodni. Egyrészt az időről meditál. Másrészt itt van ez a kopogtató téma, ami folyamatosan, ha akarjuk, hanem visszatér valahogy. Valamit nem tud megoldani. Itt van Haydn, itt van Mozart, valamerre tovább kellene lépni. És akkor itt van az a pont, amikor a harmadik tételben ez a mozarti téma elkezd teljesen szétesni, és a bizonytalanság egy addig nem látott magas szintre jut, vagy alacsony, kinek hogy tetszik, hiszen most már nem is vonóval játsszák, hanem csak ilyen pöttyegetett módon szólal meg ez a téma, minthogyha csak álomban lennénk, vagy visszaemlékeznénk valamire. Hogy tudok ebből kijönni? Itt van ez a téma, a sors kopogtat, de már alig érezhetően. Hogy tudom megoldani ezt a problémámat, ezt a kimondhatatlan problémát? És jön egy váltás. Jön egy olyan harmónia, amire igazából senki nem számít, ami kicsit megemeli ezt az egész problémát, elemeli a földtől. Csak az üsdobon halljuk a szívverést. Szívverés, és folyamatossá válik. Ez az a legmélyebb pontja a szimfóniának, ahol azt érezzük, hogy nincs lejjebb. Tehát itt tényleg vagy a kétségbeesés, vagy a megváltás sem. És az első pillanata, amikor valóban egy új élet, vagy egy új világ, egy új művészet reménye megjelenik, nagyon-nagyon bizonytalanul először. Keresgél, mintha sokszor próbálná ugyanazt elmondani, de nem találja a hangokat. Talán ez? És itt jön egy olyan pillanat a szimfóniában, amikor már nem tudjuk a feszültséget tovább fokozni, amikor Beethoven mit csinál? Behoz új hangszereket, akik eddig csak ültek a színpadon, néztek maguk elé, és nem játszottak semmit. Olyan hangszereket hoz be ezen a ponton, a megoldásnál, amik egyébként csak a templomban szoktak játszani abban az időben. Három harsonát. Soha nincs szimfóniában harsona eddig a pontig. Behoz egy pikolót, ami a legmagasabb hangja lesz az egész zenekarnak, és behoz egy kontrafagottot, ami a legmélyebb hangja lesz a zenekarnak. Kinyitja az eget, a földet, a poklot, mindent, és egy olyan hangzást akar létrehozni, amit ő előtte senki, de senki nem csinált. Ez a hangzás C-durban lesz. Ugyanabban a C-durban, ahonnan elindultunk. Ahonnan elindult 8 évvel azelőtt, amit megörökölt Haydntól, ugyanaz a C-dur, ami talán a legtisztább, a legnemesebb, a legistenhez közelibb hang, nem? Hiszen az előadásunk címe, hogy alfától omegáig. Ugye a Jelenések könyvében Istennek a szimbóluma ez az alfától az omegáig. És tulajdonképpen talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez a sok keresgélés, ez a sok-sok bizonytalanság valahol mind erről szól. És elgondolkodtam rajta, hogy Beethoven hogy érezné magát ebben a mi korunkban, ahol szégyen a bizonytalanság, és mindenki olyan baromi magabiztosnak tűnik. De közben csak az ostoba ember maga biztos. A bölcs mindig kérdez, mint Szókratész is példának okáért. Beethoven mindig kérdez. És a válaszokat persze mindig a közönség mondja meg, hogy a saját életében mi a válasz. Úgyhogy remélem megtalálják a válaszukat. Hallgassák szeretettel koncertünk végén az ötödik szimfóniát.